Az Aegis Magyarország egyik vezető gyógyszergyártójaként rendkívül fontosnak tartja a fenntartható fejlődést és a felelős gondolkodást. Így az Aegis is elindult a Követ ez irányú pályázatán. A Követ Egyesületet 1995-ben 26 vállalat alapította Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület néven. A Követ kezdetben kifejezetten a vállalati környezetvédelemre koncentrált. Ám az ezredfordulóra nyilvánvalóvá vált, hogy a környezet hatékony védelméhez társadalmi és gazdasági intézkedésekre is szükség van. Így az Egyesület bővítette profilját, és a fenntarthatóság három dimenziójának mind nagyobb figyelmet szentelt. A sikeres programjai mellett a fenntartható gazdasági modelleket és a vírushelyzet utáni gazdasági lehetőségeket is kutatja. Az Egyesület az elmúlt 25 évben számos hazai és nemzetközi pályázatot írt és valósított meg. A Követ a fenntartható gazdaságot tűzte ki célul. Fennállásának 25. évfordulóját 2020-ban egy pályázattal ünnepelte, amelyen az Aegis is bemutatta törekvéseit. A hulladékból nyersanyag, avagy egy gyógyszeripari hulladékáram zöld útja, az Aegis gyógyszergyár 2017-ben indított projektje, amelynek keretében a cég környezetbarát, egyben gazdaságos megoldást dolgozott ki a híg ecetsavas anyalók kezelésére. Az oldat csatornázással vagy égetéssel történő semlegesítése helyett a vállalat olyan partnerrel szerződött, amely biogáz előállító tornyokkal energiát képes kinyerni az anyalókból. Ennek köszönhetően az Aegis 2020-ban több száz mázsa környezetterhelő anyag felhasználását került el. A külső partner több mint 400 ezer köbméter biogázt és 750 ezer kilowattóra áramot állított elő. Ablakon bedobott pénz összesen 9.527.602 forint. A bemutatott pályázat hatása hozzáadódik az előző évek pályázatainak eredményeihez. Az Aegis örömmel csatlakozott a programhoz és vesz részt az ünneplésben. Fejlődjünk tovább együtt, fenntarthatóan!